Balatonbogláron tartotta a szezonbeli második összetartását a háromszoros korosztályos Európa-bajnok junior női kézilabda válogatott. Az edzések közé három meccs ékelődött, a lányok kikaptak a japán felnőttektől, viszont kétszer is legyőzték a nyári EB-n hatodik helyen végző, velük egykorú dánokat. A csapattagok körében, mint mindig, ezúttal is remek volt a hangulat, miközben a válogatott hasznos napokat töltött el a NEKA csarnokban. Mindig nagy örömmel jövünk a válogatott összetartásokra, hiszen most már nagyon sok helyen játszik a csapat, nagyon kevesen játszunk otthon egy csapatban. Nagyon hiányoznak a lányok, és mindig feltöltődés velük lenni. Nagyon jól érezzük magunkat, örülünk, hogy újra együtt lehetünk, kemény edzéseink vannak, készülünk a nyárra. Klasszikus válogatottá váltunk, sok helyről jönnek a gyerekek, tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyről. Úgyhogy az ottani egyesületi munkába próbálunk az edzőkkel kapcsolatot tartani, mindenki támogatja, úgyhogy pozitívan állt hozzá. Próbáljuk a programot minőségivé tenni, ezen a héten is Japánnal, Dániával, japán felnőtt női válogatott, dán korosztályos, nagyon jó csapattal játszunk, próbálunk minél magasabb szintű mérkőzéseket játszani. Játszunk az NB1-es csapatok ellen is, úgyhogy próbáljuk ezt a vonalat vinni, hogy ami esetleg kimaradna, az ne maradjon ki, és kapják meg azokat az ingereket a gyerekek, ami nekik szükséges. Eddig ugye az volt az erősségünk, hogy a csapatnak a magja az nagy részt ugye együtt készült, és stabilizálódtak is, pontosítottuk azokat a taktikai elemeket, amiket mérkőzésen is tudtunk használni, valamint a gyakorlási szintek is azonosak voltak. Itt több klubnak a különböző szisztémájához kell igazodnunk, és amikor itt vannak a válogatottban, akkor ezeknek a szisztémáknak a megfelelő szintjét kell úgy összedolgozni, hogy arra egyforma szintre hozzuk a játékosokat, ami szükséges ahhoz, hogy a nemzetközi szinten is eredményesek tudjunk lenni. A mostani évadban a keret szinte összes tagja az élvonalban játszik. Így az első lépést már megtették a fiatalok annak irányába, hogy ne csak az utánpótlásban érjenek el fényes sikereket. Szerencsére sikerült a gyerekeknek úgy elhelyezkedni a bajnoki év folyamán, hogy az NB1-es csapatokban olyan pozícióba és olyan helyzetekbe kerültek, hogy a válogatott szempontjából is nagyon fontos az, hogy mennyi játékidőt és milyen mérkőzéseken töltenek el a pályán. Én úgy látom, hogy a csapatnak jelentős része ezzel él, fejlődtek, mennek előre, most is az összetartásokon már látszanak azok a pluszok, amiket az elmúlt mérkőzéseken úgymond megtapasztaltak, felszedtek, és ez a játékukban is megjelenik, úgyhogy mi örülünk nagyon, hogy ebben a lehetőségben így be tudtunk kilépni és így részt tudunk vállalni. Szerintem ez is az egyik erősségünk lehet, hogy szinte mindenki NB1-be tud játszani. Ezeken az összetartásokon pedig próbáljuk egymásra hangolódni, ahogy tavaly nyáron is. Igaz, ott egy kicsit könnyebb volt, mert ugye a NEKA-ba sokan játszottak együtt, de szeretnénk hasonló sikereket elérni. Szerintem rengeteg tapasztalatot tudunk szerezni, és a saját csapatán belül mindenki kiveszi a kis részét. Örülünk, amikor egymás ellen játszhatunk, de mindig a maximumot szeretnénk nyújtani. A csapat a szezon végén céljében szerepelhet az U20-as világbajnokságon, és az elmúlt évek hibátlan mérlegére gondolva minden túlzás nélkül a torna esélyesének tekinthető. Annyival nehezebb a dolgunk, hogy ugye több klubból kell hozni a játékosokat, tehát újra elő kell venni azokat a pontos játékainkat, akár támadásban, akár védekezésben, mint amit eddig sikerült játszanunk a három Európa-bajnokság során. Nagyon fontos az, hogy az egyének hogyan fejlődnek, és az egyéneknek a játéka hogyan jelenik meg a csapat teljesítményében, tehát a csapatban is hogyan tudnak ők olyan szinten produkálni, mint akár a bajnokságban, és mennyire tudjuk a mi játékunkat visszahozni arra a szintre, amivel az Európa-bajnokságokat sikerült megnyerni. Én azt gondolom, hogy a felkészülésünk, ez ahogy a Szilárd is mondta, egy klasszikus válogatott év. A végén az egy hónap fogja igazából összekovácsolni a játékosokat arra, hogy a világbajnokságon jó eredményt tudjunk elérni. Nagyon hosszú az út még. Ez, ami most körülvesz minket, ez azért napi szinten befolyásol mindent. Nem lehet most nagyon hosszú távon előre tervezni, mert
azt se tudjuk, hogy mi lesz egy hét múlva vagy két hét múlva. Csináltunk azért nyilván a világbajnokságig egy felkészülési tervezetet, szeretnénk azt elsősorban végrehajtani, az egyesületekkel vinni tovább ezt a kapcsolatot, és a gyerekek meg játszanak a saját kis csapataikba, és fejlődjenek, és mindegyik mutassa meg magát, hogy ott a helye. Ha ez így együtt komplexan összeáll, ennek a csapatnak egy cél tűztünk ki. Nyilván nagyon jó, hogyha negyeddöntőbe jut valaki, én is boldog vagyok, hogyha ha be tudunk oda jutni, mert az már azért a világelit. De a csapaton belül azért van mindig egy célunk, amit nem nagyon szoktunk elárulni, de mindig ugyanaz a célunk. Szerintem ez nagyon jó számunkra, hogy minden hónapban van egy egyhetes összetartásunk. Nyáron többet fogunk tudni készülni, nagy reményekkel megyünk oda, és mindenképpen a dobogó tetején szeretnénk a végén állni.